A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem Horváth Hajnalka, a rehabilitáció szakember, gyógytornász. Tisztelettel köszöntelek, szervusz! Szervusz, szeretettel köszöntelek én is. Nagyon fontos számunkra a jelenléted a köznapjainkon, hiszen én azt gondolom, hogy aki bajba kerül, műtét után lábadozik, vagy éppenséggel megérte azt a kort, amikor már nehezen jár és segítségre van szüksége, akkor ott vagy te munkatársaiddal együtt. Viszont ahhoz, hogy megismerjük ezt a rendkívül fontos hivatást, ahhoz azt hiszem elengedhetetlen, hogy egy kicsit menjünk vissza az időben, és azt tudjuk, hogy a középiskolai évek meghatározóak. Így hiszen van. Ez a hivatásválasztás, mert azért mondom, ez a te hivatásod, ez nem szakma, sokkal inkább hivatás. Ez másként én úgy gondolom nem lehet csinálni. Beszéljünk a középiskolás éveidről. Igazából a középiskolás éveim egy átlagos diák éveknek tekinthető, tehát nem is a középiskolás évek határozták meg az én pályaválasztásomat, hanem az egyetemi időszaknak a kezdete, illetve az egyetemre való felkészülés. Nagyon-nagyon kemény felvételi előtt álltunk. A középiskolai képzésben nem voltak olyan speciális tantárgyak, pedagógia, pszichológia, sportpszichológia, edzéselmélet és módszertan. Tehát igazából én már a középiskolai évek során eljártam speciális képzésre, egy alapfokú edzői képzésre, ahol megtanultam ezeket a tantárgyakat, és levizsgáztam belőle, hogy én utána a testnevelési egyetemre bekerüljek, és a testnevelési egyetem edzői szakát el tudjam végezni. Miután bekerültem az egyetemre, ott volt a meghatározó pont, hogy olyan tanárok és olyan előadók voltak jelen az életünkben hosszú éveken keresztül, akik nem csak tanárként, hanem nagyon-nagyon profi sportolóként vagy sportszakemberként tevékenykedtek a hétköznapokban, és olyan pedagógussal találkoztam, aki tanárként egy doktori vizsgára, egy doktori kutatásra adta a fejét, és ehhez keresett hallgatókat, akik mellé állnak, és tulajdonképpen a doktori kutatása egy szakkönyv, egy tankönyv írása volt, akkor még annak idejében az aerobikról, a sporterobikról, és elkezdte a hallgatókat agitálni abba az irányba, hogy vegyünk részt ebben a kutatásban, ebben a könyvírásban, és tulajdonképpen tartsunk vele egészen a doktori védéséig. Tehát ez végül is egy sorsfordító pillanat így volt, van, hiszen így jött az életedbe az aerobik. Így van, így van. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos időszak volt mindenképpen, hiszen ne feledjük, az aerobik, mint szabadidős tevékenység, mint egészségmegőrzésre való mozgásforma, rendkívül népszerű volt akkor. Igen, nagyon-nagyon népszerű volt, és igazából Fehérváron nem is működött még ilyen rendszerben, ilyen átfogó rendszerben, mint ahogy én ezt elkezdtem működtetni, ugyanis az egyetemen a tanárnőm felhívta a figyelmet, hogy nagyon vigyázzak ezzel, hiszen be fognak skatujázni. És ez így is történt. Amíg zajlott a kutatás, ugye nem voltak akkor még mindenféle média felületek, ahol az ember kiteszi, hogy egyébként én mást is csinálok, meg mást is tanulok, meg egész más életutat szeretnék elkezdeni, hanem engem láttak délelőtt, délután különböző foglalkozásokat tartani időseknek, fiataloknak, és komoly kutatások mentek a háttérben, mind az aerobik szakterületnek a különböző ágazatáról, a fitbarról, a stepperobikról, az idősek sportjáról, oszteoporózis, tehát a csontritkulás kutatást végeztünk közben. Annak idején közel volt a munkahelyemhez, igazából a idézőjelbeli munkahelyemhez az APEC épülete, és igazából az APEC-os dolgozókat agitáltam oda, hiszen nagyon nagy mennyiségű női alapanyag kellett ahhoz, hogy a kutatásban résztvevők száma az megfeleljen akár egy doktori védés anyagához.
és próbálkoztunk tornaterem bérléssel, de egy kutatás az hosszabb ideig tart, tehát a nyári szünetben bezárt iskolánkban nem tudtunk dolgozni. Így létrehoztam egy mozgásstúdiót, és ezt a mozgásstúdiót üzemeltettem hosszú éveken keresztül, és akkor mellette pedig a rehabilitációt elkezdve elvégeztem az iskolákat, mesterképzésre jártam, és igazából a mai napig egy hosszantartó tanulási folyamat ez, hiszen mindig rohanunk a tudomány után, a tudomány mellett, újabb és újabb műtéti technikák jelennek meg, újabb és újabb rehabilitációs technikák jelennek meg, és azért egy stúdió működtetése mellett nekem ott volt a családom, a családi hátterem, illetve el kellett járni a gyakorlati képzésekre, ott kellett lenni, helytállni egy rehabilitációs intézetben, ami más, mint egy kórházi gyakorlat, hiszen a kórházi gyakorlat során egy-egy nap találkozunk egy-egy beteggel. Itt viszont egy beteget heteken, hónapokon keresztül sikeresen végig kísértünk a rehabilitáció útján, akár egy égési sérültet, akár egy csípőoperáltat, egy gerincsérültet, és így kicsit jobban, mélységében, komplexitásában másképp tanultam meg a rehabilitációt. Tehát ez egy nagyon érdekes pályaívat így ebben az értelemben, igen, hogy az aerobik oktatóból elindultál az utadon. Mi volt a folyamatos fejlődés záloga? Egyrészt nyilván átgondoltad, hogy az aerobik az egy ideig, óráig rendben van, de ha tovább kell lépni, akkor jöhet a rehabilitáció, mint egy rendkívül fontos történet. Ez tudatos volt részedben? Ez tudatos volt, és a tudatosság mellett még bejött az, hogy különböző szakirányok alakultak már a rehabilitáción belül. Tehát elkezdtek a specializációk, kifejezetten csak gerincterapeuta, kifejezetten térspecialista, aki kifejezetten csak a lábműtötteket rehabilitálta, és akkor jelent meg az egyetemünkön a sportrehabilitációs képzés. Ezzel párhuzamosan kaptam egy felkérést akkor még a kézilabda csapattól, tehát a fehérvári kézilabda csapattól, hogy a csapat mellé szegődnék-e a jelenlegi tapasztalatommal, és tudnák-e segíteni a masszőri munka mellett a friss operált sportolókon, illetve a sérülteken, akik a pályán sérültek, vagy edzés során sérültek, és vissza tudnám-e őket rehabilitálni az élsportba. Na és akkor itt megint egy fordulatot vett a pálya, hiszen azért a sportrehabilitáció az külön egy szakterület, a műtétek utáni rehabilitáció külön egy szakterület, és nagyon kell vigyázni arra, hogy ne alakuljon ki egy csőlátás. Kezdetben nagyon-nagyon ráfókuszáltam a sportrehabilitációra, és ahogy fejlődtek a műtéti technikák, megkövetelte a szakma azt, hogy különböző orvostechnikai eszközöket csak úgy használhatunk, illetve úgy alkalmazhatunk pácienseken, hogy erre külön továbbképezzük magunkat. Így átkerültem a Debreceni Egyetemre, ott egy komplex rehabilitációs képzésen vettem részt, ami kihúzott ebből a csőlátásból. Szintén gyógyszerkutatásokat nézhettünk, ott lehettünk gyakorlatokon, hosszú heteken, napokon keresztül kísérhettük a betegutakat, és ott tanultam meg igazából a teammunkát, az, hogy csapatmunkában, hogy működik egy rehabilitációs intézet, és ez kirántott engem abból, hogy tulajdonképpen komplexitásában egy embert hogy kezelünk. Hogy kezeljük a pszichéjét, kezeljük a családját, kezeljük a hétköznapját, és elkezdtem alkalmazni az élsportban, hiszen nem csak magyar, hanem külföldi sportolók is jelen voltak nálunk, illetve a magyar élsportolók között olyan kézilabdajátékos is, aki mondjuk Győrben lakott, vagy Budapesten lakott, és nálunk lesérült. És nagyon jó kis sztoriaink vannak, amikor, hát nem túl vidám esemény, de amikor elszakad egy mérkőzésen egy ahillesz, és be kellett vinni a sürgősségére a játékost, onnantól kezdve teljesen felborult az ő élete, hiszen mozgásképtelenné vált, őt el kellett látni, őt autóval kellett hozni, vinni rehabilitációra, kontrollra, operációra felkészíteni. Volt kutyája, a kutyáját el kellett helyezni, volt családja, a családját kellett értesíteni, és így tulajdonképpen komplexitásában elkezdtem az egészet átlátni, hogy ez hogy működik, és hogy ezt hogy tudnánk alkalmazni az élsportolók mellett, illetve az átlag embereknél. Ugye itt nagyon fontos dolog, amiről beszéltél, hiszen egyik oldalon ott van az élsport, nyilván mindenki hamarabb szeretne mindenki visszatérni, igen, a másik oldalon pedig ott vannak azok a fiatalok, kevésbé fiatalok, akik az életminőséget szeretnék visszakapni, ha úgy tetszik,
és ez igen. Két különböző feladat mindenképpen. És ilyen értelemben ez párhuzamosan zajlik, hiszen én magam is járok tornára, tehát látom, igen. Hogy különböző korosztályok vesznek részt, de ez ebben az esetben rendkívüli kihívás a rehabilitációs szakembernek is. Igen, igen, azt tudni kell, hogy a beteg, a páciens, az nem a mi betegünk, tehát nem az én betegem vagy, nem én betegeim vannak, a beteg az nem egy tulajdon. A betegnek van egy útja, nagyon-nagyon-nagyon sokszor elbizonytalanodnak egy sérülés során, egy operáció előtt, és egy komplex rehabilitációs szakembernek az a dolga, hogyha egy ember megkeres azzal, hogy ő operációra vár, mondjuk még fél évet várakoznia kell, hogy mit tud tenni ez idő alatt. Nekünk szakembereknek el kell mondani, hogy mi a teendője, mire készüljön fel, hogy tudja az életminőségét az operációig javítani, hogy készítse fel erre a testét, hogy készítse fel a lelkét, a családját, miket szerezzen be az operációig, majd az operáció után mi következik. És mivel, hogy ezeken a fázisokon mi a rehabilitációs intézményen belül végigmentünk, így nagyon nagy segítség ez a családnak. Tehát akkor, ha egy családban valaki kap például egy sztrókot, és akár beszélünk egy családapáról, egy vállalkozóról, tulajdonképpen a család egész jövedelme kiesik, és ott áll egy anya három gyerekkel, azt se tudja, mit csináljon. A férjét vinni kell kórházba, vinni kell kezelésekre, a gyerekeket el kell látni, iskolába kell vinni, hova menjen, mit csináljon, hogy oldja meg. Rengeteg segítséget kell, hogy adjunk, és erre ki kell alakítanunk ebben a városban, vagy akár ebben a megyében, vagy a lakó környezetünkhöz közel olyan kollegális kapcsolatokat orvosokkal, ápolókkal, gyógytornászokkal, masztőrökkel, akikkel tulajdonképpen karöltve megoldjuk ezeket a problémákat. Mert tehát hogy nem ezek én egyedül, így van. És mivel, hogy nem egy olyan intézmény vagyok, és nincs itt Fehérváron egy rehabilitációs intézet, de tudjuk azt, hogy segítsünk egy emberen, hogy minél könnyebben, minél jobban át tudja ugrani ezeket az akadályokat, és erre nem csak én vagyok egyedül a megoldás. Tehát pont ez az egész szakmának a sava borsa, hogy ez komplexen. Komplexitás, így van. Igen, tehát kor, illetve korosztály függő, a kort itt most a 21. század értem, mert hogy nyilván igen. Rengeteget fejlődött a rehabilitációs. Így van. Hiszen ha visszaemlékszünk egy-egy műtétre a 70-es évek közepén, a 80-as években ott fél év volt, most fél év után már szágult bármelyik futba, és nem mintha mi se történt volna, de ez valamennyi sportágra igaz. Így van. Melyek azok a krónikus mozgásszervi panaszok, amelyek nem műtét függőek, viszont nagyon fontos, hogy kezeljük őket, hogy odafigyeljünk az első panaszoktól, és elinduljunk azon az úton, amit ti megjelöltök. Igen, hát főleg az ülő munka, illetve a nehéz fizikai munka által kiváltott mozgásszervi problémák, főleg a gerinc problémák, már a kezdeti időszakban meg lehetne ezt előzni, amikor kialakulnak a testen különböző disztorziók, amikor már egy-egy végtagot túlterhelünk, akár az ülő munka során a rossz tertartása, a rosszul beállított monitor, a számítógép, de nap mint nap látom, amikor áruházakban vékony hölgyek húzigálják azokat a hatalmas nagy dobozokat, pakolják fel, hogy szinte sír a lelkem, hogy igazából olyan mozgássorokat hajtanak végre, ami egy idő után már mozgásszerű problémához vezet. És az első jelnél, az első intőjelnél érdemes megkeresni, nem pont terapeutát, el kell menni az uszodába, ha biciklink van, akkor tekerjük, hogyha ismerünk masszört, akkor látogassuk meg, ha érezzük azokat a tüneteket magunkon, hogy valami már nem jó, hogy fáj a fejünk, hogy be van feszülve a nyakunk, akkor tegyünk magunkért. A legrosszabb, amikor már abban a fázisban jön egy páciens, hogy már tényleg elkeseredésében mindene fáj, nem tud aludni, már igazából a gyógyszereket is össze-vissza szedi, próbál magán segíteni, és akkor eljutunk egy olyan ördögi körbe, amit nagyon-nagyon nehéz megtörni. Tehát minél korábban, így van, minél korábban tapasztaljuk a tüneteket, annál előbb keresünk. Tehát gyakorlatilag bármely testrészt érintő fájdalomra gyógyír lehet. Így van. És ez nagyon-nagyon fontos kérdés. Mi a személyes tapasztalatod? Kellően elterjedt már hazánkban a kiváló szakembereknek köszönhetően a gyógytorna? Az a fajta rehabilitáció, amely segít tulajdonképpen minden mozgásszervi panaszon, és itt nem kifejezetten a műtétek utáni időszakot értem.
Igen, természetesen a szakma először abból állt, hogy csak a gyógytornász létezik. És ugyanúgy, ahogy régen ki volt írva, hogy autószerviz vagy fogászati szakrendelés, hogy tulajdonképpen egy helyen mindent elvégeztek. De kialakultak olyan szakirányok, hogy már csak mondjuk csak fogszabályozás van, vagy csak szájhigiéniai ellátás. Ugyanúgy rengeteg területen lehet már képzéseket elvégezni, különböző iskolákba járni annak érdekében, hogy akár egy személyedző, akár egy erőnléti edző is tisztában legyen azokkal a folyamatokkal, azokkal a módszerekkel, amiben ő tud segíteni a páciensén. És itt nagyon-nagyon fontos, és felhívnám a figyelmet, hogy itt nem szerepzavarról van szó. Itt mindenki tudja azt, hogy meddig ér el a keze, meddig érhet el a keze, meddig tud hiteles lenni, és mi az a határ, amit ő nem léphet át. És amikor úgy érzem én is, hogy ez nem az én kompetenciám, akkor természetesen elküldöm orvoshoz, állítsunk fel egy diagnózist, és az orvos állítsa fel azt a kezelési tervet, amire a betegnek szüksége van. És hogyha abban a láncban szükség van a munkámra, akkor bekapcsolódok, ha nem ez a javallat, akkor természetesen örültem, hogy segítettem a betegnek. Tehát igazából ma már minden fórumon, akár egy masszörnél, akár egy kötőszöveti kezeléssel foglalkozó terapeutánál, akár egy gyógytornásznál, akár egy edzőteremben meg lehet találni azokat a szakembereket, akik ehhez értenek. Apropó, jó, hogy az orvosokat szóba hoztad. Fontos kérdés, hogy milyen az orvos és illetve a rehabilitációs szakemberek kapcsolata? Itt most általában kérdezem természetesen. Hát igazából az első, amit kialakítunk, de a legfontosabb, hogy a kapcsolatnak úgy kell kialakulnia, hogy mindig, amit az orvos mond, azt kell követni. És ezt a betegtől, illetve a páciensektől számon kell kérni. Nagyon sokszor nem tartják be, úgymond kicsit csalnak, nem szedik a gyógyszert, nem tartják be, leszedik a gipszet, sokszor tapasztalom terapeutaként, hogy a szülő szedi le a gyerekről a rögzítést. Nem szabad. Tehát ha egy orvos kéri, hogy a terápiát, illetve a terápiás tervet tartsuk be, akkor annak úgy kell lennie. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet kicsit csalni, hogy nem lehet korábban visszamenni egy kontrollra, és megkérdezni az orvostól, hogy de már egy kicsit jobban megy a járás, vagy jobban mozog a karom, léphetnénk egyet előre, és ettől lesz jó a kapcsolat, hogyha nem kerüljük meg az orvost. Hanem ez bizalmi kérdés. Bizalmi kérdés, hanem az ő utasításainak megfelelően haladunk egy pácienssel. Ettől lesz jó egy kapcsolat. És ez így van rendjén, igen, én azt mondom. Igen, és erre kell tanítani a pácienseinket is. Tilinger Tamarától hallottam, illetve olvastam egy idézetet, ő azt mondta, hogy egy nagy családot alkottak. És itt akkor essék szó a fiadról, hiszen ő az, aki utódként ott van. Őt terelgetni kellett, vagy természetes volt, hogy ő is ezen az úton indul el? Igazából egy sajnálatos operációs során kellett az élsportot befejeznie, és volt egy, ő jégkoron kapusként sportolt itt Székesfehérváron, illetve több helyen az országban, illetve külföldön is, majd a pályafutását meg kellett szakítani egy műtét miatt, ahol már nem tudott kiépülni ugyanaz a bizalom, hiszen a fején történt egy operáció, és senki nem vállalta már a felelősséget, hogy jégkoron kapusként ő visszatérjen, és profiként folytassa a pályafutását. Ez teljesen természetes reakció, amikor egy élsportoló abba hagyja az élsportot, jönnek a kérdőjelek, hova, merre tovább. Ő is kereste az útját, mint minden ember, és mivel, hogy családként működünk, én tettem neki egy javaslatot, hogy gyere be, nézz körül, dolgozz velem. Nagyon-nagyon nagy mérföldkő volt számára, hogy igazából egy nagy kihívás volt, hogy ezt meg tudja lépni, hogy elfogadják-e, mellettem elfogadják-e. Szintén ugye ez a beskatujázás, te egy élsportoló voltál. Én ugye közönségórákat tartottam, és mindenkinek, ha megláttak, akkor az aerobik jutott az eszébe. És mondtam, hogy ez idő lesz, mire az emberek elhiszik, hogy máshoz is értesz, idő lesz, mire rájönnek arra, hogy vannak iskolák, amiket el lehet végezni, és tulajdonképpen amit leteszel az asztalra, és amilyen példát mutatsz, azon az úton is tudsz járni, és így tudnak elfogadni. Tényleg családként működünk, de ez nem csak a
a munkahelyre értendő, hanem egészen a klub szinten elmondható, hogy egy nagy család vagyunk, tehát maga az Alba Sportklub az számomra egy nagy szerelem. Most már közel 20 éve dolgozom együtt. És az Alba Komp is, Igen. Az egészségügyi rendszerben milyen helyet foglal el most ebben a pillanatban a rehabilitációs szakember, illetve a gyógytornász? Szerintem nagyon nagy szerepet foglal el, hiszen nagyon-nagyon sok operációt el lehet ma már kerülni komplex terápiákkal, odafigyeléssel, megelőzéssel. Sokkal rövidebb a rehabilitációs idő, hogyha a beteget felkészítjük az operációra, és olyan egészségi állapotba kerül már a műtőbe, hogy utána a lábadozási idő, illetve a felépülési idő rövidül. Úgyhogy szerintem nagy szerepet töltünk be. Hol tart ma a képzés? Hiszen ez nagyon-nagyon fontos, hogy minden olyan jelentkező, aki elkötelezte magát a hivatás iránt, egy olyan jövőképet is kapjon egyben, ami azt hiszem, hogy megbízható, hiszen ne feledjük, hogy nyilvánvaló, hogy gyógytornászra, rehabilitációs szakemberre mindig lesz szükség, viszont kellően felkészíti őket arra, hogy egyre nő és egyre különlegesebb mozgásszerű panaszok léteznek, és egyre korábban indul az a folyamat, amit ugye kezelni kell. Igen, a képzés nagyon-nagyon jó irányban tart. Én azt tudom mondani, hogy amikor együtt ülünk egy iskolában, egy iskolapadban, akkor mindenki ugyanazt a tananyagot kapja, mindenki ugyanazt hallja. De hogy ezzel mit kezd, az már saját magán múlik. Hogy mit nyit ki benne, hogy merre veszi az irányt, hogy csak a gyerekekkel szeretne foglalkozni, csak a felnőttekkel, hogy merre specializálódik, hogy hajlandó-e magát továbbképezni, vagy pedig elég az neki, ahol amilyen szinten tart, ez szerintem mindig az egyéntől függ. Számomra nagyon fontos a szakmai kíváncsiság, rettenetesen zavarna, hogyha az újdonságokkal nem tudnék mit kezdeni, ha az új technikákhoz nem értenék. Be kell fogadni az újat, meg kell tanulni, és én azért szeretem a fiatal kollégákat, mert a fiatal kollégák mindig hozzák be a friss technológiát, az újat, nagyon fogékonyak az újra, és pillanatok alatt mindent, tehát nekik már természetes, hogy a modern technológiával dolgozzanak, ezáltal ez inspirál, hogy lépést tartsak velük, viszont szeretem az idősebb kollégákat is, mert a bölcsesség, a tapasztalat az viszont tőlük jön. Az a szeretet, ami körülvesz, megerősít? Meg. Hiszen nem túlzás, hogy én azt hiszem, hogy mindenkinek csillog a szeme és mosoly van az arcán, amikor találkoztok. Függetlenül attól, hogy talán utána nem, mert azért néha elfáradnak, de egyéb iránt ez mindig így van. Igen, az emberek iránti odafordulást, a szeretetet, az érdeklődést szerintem nem lehet megjátszani. Ezt valaki érzi, hogyha megérinted, ha ránézel, ha megszólítod, ha nem zavar az téged, hogyha kérdeznek, hogyha felhívnak, hogyha bármilyen problémával megkeresnek, ez számodra nem teher, akkor ez szerintem egy oda-vissza interakció, aminek soha nincs vége. És mosolyog a szemed, örülök. Igen. Beszéljünk a jövőképről, így a vége felé, mert azt hiszem ez nagyon fontos, hogy te azok közé tartozol, aki ha tervet mond, nem pusztán csak esetőségre gondol. Igen. Hát a terv az tulajdonképpen a szakma folytatása és a kiteljesítése. Maga az Alba Klub számomra, a kollégáim, a sportolóink, maga az, hogy egy ilyen szakmai tímmel dolgozhatok együtt. Én bízom benne, hogy ez a következő 20 évre is előttünk van. Mindig a fejétől indul el, tehát nagyon nagy szerencsénk van, hogy olyan elnökünk van, illetve olyan kollégáink vannak, akár akik az irodában ülnek, akár akik az edzői szintéren dolgoznak, a kicsi utánpótlástól kezdve a profikig, hogy egy olyan kollegális kapcsolat van, és egy olyan személyes kapcsolat van, amit nem hiszem, hogy bárki el akarna engedni hosszú évek után sem. A jövőképem az, hogy még mindig tanulni, mindig képezni magamat, a legjobb technikákat alkalmazni, hogy a betegek minél rövidebb idő alatt, minél hatékonyabban gyógyuljanak. Szerintem ez legyen a cél, és akkor itt nem lesz probléma. Tehát ez egy üzenet felénk, hozzánk, így nekünk. Így van. Nos, hát én mindannyiunk nevében, aki valaha is volt, és esetleg majd szüksége lesz rá, hogy megkeresse a csapatodat,
azt kívánom, hogy akkor folytassátok ugyanilyen szinten, módon, ennyi mosollyal és nagyon komoly munkával természetesen, hiszen a mindennapjainknak az alapja a mozgásszervi panaszok kezelése is, ha úgy tetszik. Igen, és mi köszönjük a bizalmat, hogy ránk bízzátok a testeteket, az egészségeteket és a lelketeket. Szerintem ez nagyon fontos. Így van, így lesz. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Horváth Hajnak, a gyógytornász, rehabilitációs szakember volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.